Az idei harmadik alkalommal megrendezett virágpiac a Felszabadulás téren számos kiállítót hozott össze Szerbia minden részéből, akik kedden és szerdán különféle növényeket, házi készítésű termékeket és egyéb termékeket kínáltak Úbecse község polgárainak. A rendezvényt a Biber Polgárok Egyesülete szervezte, Úbecse község idegenforgalmi szervezetével együttműködve. Ez a harmadik tavaszi virágpiacunk, amit még májusban meg kellett volna tartanunk, azonban az időjárás miatt muszáj volt egy hónappal elhalasztani. A kiállítók úgy, mint a korábbi években is, egész Szerbiából érkeztek. Vannak olyanok, akik állandó kiállítóink, és olyan is, aki ritka szubtrópusi növényekkel érkezett Belgrádból, és mivel nem járt gyakran errefelé, ő érdekesebb lehet az óbecseieknek. Mintegy 50 kiállítónk van. Sajnos voltak olyanok, akik szintén az időjárás miatt lemondták a részvételt. Bízunk abban, hogy az időjárás ilyen marad ezen a két napon, és nem lesz eső. A standokon szoba és kerti, valamint udvari növények, sok virágágy, gyógy- és fűszernövény, kaktuszok, házi gyümölcslevek, szárított húskészítmények, játékok, naturházi kozmetikumok, udvari díszek, ékszerek voltak találhatók. A legtöbb figyelmet azonban a növénykiállítók vonzották. Különféle növényeim vannak, és kizárólag cserében árulom őket, annak érdekében, hogy a vevők maguk választhassák ki, hogy hol szeretnék tartani, kertben vagy a teraszon. Ezek olyan növények, amelyeket a vevők keresnek, és nagyon népszerűek. Van itt házi bazsalikom, levendula, rozmarin, kakukkfű, menta, és így tovább. Ezek a növények nincsenek káros vegyi anyagokkal kezelve, kizárólag ökológiai és biotermékek. Arra törekszem, hogy egész éven keresztül legyenek fiatal növényeim. Vannak olyanok, amelyek áttelelő növények, és olyanok is, amelyek nem, de mindenki talál magának valót. Mivel most a június vége, május vége, június elején vagyunk, most a legvirágosabbak a kertek, most a legszebbek a virágok, nagyon sok virág most virágzik, mivel én kintelelő több éves növényeket árulok, szóval ezek között a május és a június a legszebb. Igen, szépek lesznek azok majd nyáron is, ha megfelelően gondozzuk, locsoljuk, tápoljuk. Most leginkább azokat a növényeket veszik, amik virágban vannak, mint például van a digitalis, vagyis a gyűszűvirág, ami most kezd virágozni, nagyon szép és sokáig tart a virágja. Ilyen képes ilyen 1,80 centire is fölvinni a virágját. Még hát most azt nézik, hogy hol vannak ilyen üres lyukak, azokat, hogy betöltsék, és azt általában ilyen virágzó növényekkel, főleg ilyen szédumokkal, ami a talajt takarja el, ahol egy kis lyuk van. A szobanövényeket is vásárolják, mivel azok most kint lehetnek az udvarba, és azok ékesítik az udvart, leginkább zöld, nem virágzók a szobanövények, és akkor ilyen zöld, fölfrissítő színnel betöltik a kertet. Nagyon nagy választékkal jöttünk ma, sok áru van még kínálatban, a tavaszi programtól egészen a nyári programon át. A tavaszi programból még vannak begóniák, muskátlik, viszont a nyári programból már vannak vinkák, díszkrumplik, levíziák, különlegességek, amik megmaradnak több évesnek is. A rendezvény kedvelőinek őszig kell várniuk, amikor is a szervezők szeptemberben és októberben ismét megrendezik a virágpiacot. Az élő könyvtár elnevezésű program az Óbecsei Tánemlékházban zajlott, az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium anyagi támogatásával. A Mindannyian Egyenlőek vagyunk a nap alatt projekt részeként. A programot az Óbecsei Zdravko Glozsánszki Általános Iskola valósítja meg a Tán Fivérek Értelmiségi Körrel együttműködve. Az élő könyvtár valójában módszer, amelyet folyamatosan lehet alkalmazni, tehát nem évente, hanem egy olyan fantasztikus lehetőség mindenkinek, amit hallottuk is Brankica Jankovicstól, az esélyegyenlőségi biztostól, hogy lehet alkalmazni akár egy iskolában, vagy egy osztályteremben, csak egy tagozattal, vagy egy osztállyal valójában. Tehát
Nekünk az anyagi körülmények miatt jut minden évben esély arra, hogy ezt megszervezzük. A visszajelzések fantasztikusak, tehát az elsőt, a tavalyi után valójában minden olvasó úgy tudja elhagyni csak az élőkönyvtárat, amikor befejezte az olvasást, hogy kitölt egy értékelő lapot, illetve hagy üzenetet, tehát maximálisan azt hiszem, hogy egy vagy két értékelő lapunk volt kevesebb, mint ötös osztályzattal értékelve, különben tehát maga az egész szervezés, az élmények, amelyeket vittek magukkal, a nyitott kérdések voltak azzal kapcsolatban, hogy mi újat tanultak meg, illetve milyen tudással, élményekkel gazdagodtak, tehát nagyon-nagyon mély nyomokat hagyott az olvasókon is. Viszont azt is hozzá kell tennem, hogy ez a módszer nagyon-nagyon hasznos a könyveknek is. Tehát a könyvek ahhoz tehát újra és újra lehetőségük van arra, hogy feldolgozzák, illetve ha már megerősödtek, akkor, hogy elmondják és erősítsék az olvasókat valójában. Tehát ez a folyamat nekik fantasztikus. Az élő könyvtárunkat idén második évben szervezzük meg, tehát második alkalommal szervezzük meg. Tavaly volt az első, és mivel nagyon sikeres volt, ezért az idei évben is próbáltunk legalább egy akkora méretű programot szervezni, viszont azt büszkén mondhatom el, hogy nagyobb lett, mint tavaly volt. A 16 darab könyvünk van, 16 darab ember mondja el, meséli el az élettörténetét, és több mint 450 olvasás lesz a mai nap folyamán, ami azt jelenti, hogy az embereket érdekli, és az embereket érdekli a más embereknek az élettörténete, az ő tapasztalataik és az ő küzdelmük, és ezt mi büszkék vagyunk rá, hogy bemutathatjuk itt a TÁN Emlékházban. Ez a Tolerancia programsorozatunknak a második megállója, ugye az első az pénteken volt a Fórum Színház, és reméljük, hogy a jövőben is jól fog sikerülni, és tudunk majd rajta dolgozni. Azt el kell mondani, hogy az Oktatási Minisztérium jóvoltából tudjuk megvalósítani ezt a programot, és dolgozunk tovább. Az élőkönyvtár az olyan, hogy vannak könyvek, amik igazából nem könyvek, hanem élő emberek, meg vannak olvasók. Hát mi úgy veszünk részt benne, hogy ott vagyunk a könyveknél, vigyázunk rájuk, úgymond, tehát hogyha valaki kellemetlen kérdést tesz fel, akkor tehát segítünk nekik, vagy ha mikor kezdődik ez az egész, akkor mi várjuk őket, az olvasókat, és mi vezessük el őket a helyre, hogyha nem tudják, hogy hova kell menniük. Nagyon érdekes volt, hogy aznap több könyvet is meghallgathattunk, meg minden, és utána az egész, mindenki ott barátságos volt, tehát nagyon élveztem. Az élő könyvtár az Esélyegyenlőségi Biztos Hivatalának támogatásával valósult meg. Nagyon örülök annak, hogy az élőkönyvtárat, a programot, amit mintegy 10 évvel ezelőtt kezdtünk el az egyenlőség fejlesztésére és a diszkriminációtól való védelem érdekében, partnereinkkel, az Európa Tanács illetékeseivel közösen egyre gyakrabban tartják meg az iskolákban, mert a család mellett a gyerekeket ezen a helyen neveljük és tanítjuk a toleranciára, az egymás iránti kölcsönös tiszteletre, a megértésre, a mások és másmilyenek megértésére. Mi gyakran hívjuk fel a figyelmet arra, hogy próbáljon meg mindenki a másik cipőjébe lépni, a másik oldalról is megvizsgálni a dolgokat, hiszen valójában ez a legjobb befektetés az életminőségünk jobb átétele felé vezető úton. Az élő könyvtár úgy működik, mint egy igazi könyvtár. Vannak benne könyvtárosok, vannak tagsági kártyák, polcok, könyvekkel, könyvkatalógus. És csak annyi a különbség, hogy a könyvek élő emberek. Többnyire a diszkrimináció valamilyen formáját átélt emberek, azaz olyanok, akikkel szemben a társadalom többsége előítéleteket és sztereotípiákat táplál. Én ma könyv vagyok, amely a kortárs erőszakról fog mesélni az anya szemszögéből. A mi gyermekünk kortárs erőszak áldozata volt, először fizikai, majd szociális és pszichológiai erőszaké. Megpróbálom majd az olvasókkal megosztani azt, hogy hogyan kell a gyerekhez eljutni, hogy megnyíljon a szülő előtt, hogy elmerje mondani, hogy mi történik vele. Azt, hogy hogyan lehet ezen túljutni. Milyen lépéseket kell foganatosítani annak érdekében, hogy segíteni tudjunk a gyermekünknek.
Ezen a könyvtáron először vagyok. Újvidékén találkoztam az élő könyvtárral körülbelül 10 éve, és többször olvasónként vettem részt, és rendszeresen tanultam valamit abból, amit hallottam. És leginkább azért vagyok most itt, mert maga az ötlet nagyon tetszik, és nagyon használhatónak találom azt, amit még tudunk másokról, és saját életünket tudjuk ezzel tovább építeni. Hát amikor kicsi voltam, akkor mindenki, az óviban nem jártam, azért mert a nenem az Éva az igazgató volt, az abot Péla, azért mert félt, hogy nehogy csúfoljanak, és akkor így aztán kezdtek dobálni, hogy tudod, hogy most mi vagy ilyen, meg tudod, ott mi, és akkor a tesóm azok ikrek, és akkor azok megvédték, hogy ne bántsanak, mert az iskolát befejeztem, kiányszor tudok írni, olvasni, minden, önmagam vagy, minden főtalán magamat, minden felé megyek közönségbe, meg így kiándul, és minden felé tenger, és ismer, minden barátom normális, nem, és nagyon szeretnek, nem bánják, hogy ilyen kicsi, még már megszoktak több éveken, ez nekik megszoktak most van épp. Ha nem látnak, akkor azt hiszik, hogy biztos külföldön vagyok, és ez az egész most. Becslések szerint egy fél óra elegendő ahhoz, hogy az olvasók szembenézzenek az előítéletekkel és sztereotípiákkal, megtörjék azokat, és a könyvek olvasásával fejlesszék a demokratikus kultúrához szükséges kompetenciákat. A Becsei Asztali Teniszklub a múlt vasárnap megszervezte a 35. Óbecsei nyílt veterán asztali teniszbajnokságot, ismertebb nevén a Kolenica kupát. Az idei második hagyományos asztali teniszversenyen Óbecsén a játékosok létszáma valamivel gyengébb volt a korábbi évekhez képest. Több okból kifolyólag, emelték ki a szervezők. A sportközpontban 8 asztalon 63 játékos versenyzett 6 kategóriában. Kissé megnövekedett a veterán tornák száma úgy Szerbiában, mint a régióban, ami kihatással van a mi tornánkra, mert elhúzza a versenyzők egy részét. A beosztás tehát eléggé sűrű, így a játékosok megválogatják, hogy hova mennek el. Most volt Versecen szintén egy veterán torna, amely bizonyára mintegy 20 versenyzőt elcsábított. Nem jöttek például a romániai játékosok, vagy a belgrádiak egy része, akik általában ide szoktak jönni. Természetesen mi senkinek sem rójuk fel, hogy miért nem ide jött, hiszen mindenkinek joga van megválasztani azt, hogy hova, melyik tornára menjen. Most hétvégén lesz a veteránok országos tornájai Tóbecsén. A következő vasárnap Kragujevácon lesz asztali tenisz verseny. Június utolsó vasárnapján szervezik a vídnapi tornát, úgyhogy túl zsúfolt a program, még ilyenkor a nyári időszakban is, mert a rekreatív asztali tenisz iránt ilyenkor lankad az érdeklődés, de ezt elsősorban anyagilag is bírni kell, mert nem alacsonyak a költségek, ezért az emberek megválogatják, hogy hova menjenek el. A Kolenica háromszor van egy évben, tehát egyikre biztos el tudnak jönni. És ez az, ami valójában szerintem eldöntötte azt, hogy a mai tornán kevesebben legyenek, mint általában szoktak. Az abszolút mellett, amelyen minden játékos részt vehetett, további 5 korosztályban versenyezhettek az asztali teniszezők, a 35-től 70 év felettiek kategóriájában. A legfiatalabb versenyzőnk Újvidékről érkezett, Milojkovics Mátia, aki tinédzser, a legidősebb pedig a nagykikindai kollégánk, aki 75 vagy 76 évesen jött először erre a tornára. Tehát 7-től 77 éves korig vannak versenyzőink, és az a jó, hogy ezeken a tornákon a fiatalabbak is összemérhetik tudásukat az idősebbekkel. Tapasztalatot szerezhetnek a különböző játékstílusok tekintetében is. Ez alkalommal van 2 női versenyzőnk is, a Cegyei Smole Petra, valamint az Óbecsei Veszna Matijevics, tehát van 2 amazonunk is. A kis létszámú játékosok ellenére Szerbia egész területéről, valamint Szlovéniából, Montenegróból, Bulgáriából és Horvátországból is indultak versenyzők az Óbecsei nyílt bajnokságon.
A Kolenica kupa felvezetése Óbecseváros nyílt kadett tornája volt, amelyet előző nap szintén az Óbecsei Sportközpontban rendeztek, ahol városunkat három versenyző képviselte. A nemzetközi versenyen óvodáskortól 8. osztályig fiúk és lányok vettek részt. Újra aktiváltuk a mi gyerekeinket is a klubból. Ez volt számukra az első torna, úgyhogy érezhették, hogy milyen a nagy színpadon szerepelni, és nem csak az edzéseken. Ezen mintegy 100 gyerek vett részt, és elégedettek vagyunk ezzel a tornával is. A létszám is nagyobb volt a tervezetnél, de összességében sikerült a próba, hiszen a mi gyerekeink átélhették első tapasztalataikat. Voltak csalódások is, mert azt hitték, hogy jobbak, viszont amikor olyan ellenféllel kerültek szembe, aki hosszabb ideje edz, akkor látták meg, hogy milyen szinten vannak a játék tekintetében. De lényegében azt gondolom, hogy ez egy jó hátszél volt számukra, hogy jobban és komolyabban gyakoroljanak. Amit mindenképpen ki kell emelni, az az, hogy folynak a felkészülések a következő szombatra kiírt új asztali tenisz versenyre, a veteránok országos bajnokságára, amely a megfelelő és kiváló körülmények miatt immár 6. alkalommal kerül megrendezésre városunkban, mondta Dragin.